Határon át gyorsabban. Hamarosan lezárul a MOBI projekt, amely Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország határmenti közlekedésének fejlesztéseit készíti elő. Készülnek az ünnepre. Az előrejelzések szerint az árak emelkedése ellenére is telt házzal üzemelnek majd húsvétkor a hazai szállodák. Egyre több a kétkerekű, a kellemes idő előcsalogatta a motorosokat, ami nagyobb odafigyelést követel az autósoktól is. Hamarosan lezárul az az 1 millió euró értékű MOBI projekt, amely a közlekedési kapcsolatok fejlesztését célozza meg Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország határmenti régióiban. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A program eddigi eredményeiről csütörtökön tartottak partner találkozót a megyeházán. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a vasúti infrastruktúrát sürgősen fejleszteni kell a régióban. A Kárpát-medence országai akkor tudnak hatékonyan együttműködni, ha az átjárhatóság is hatékonyan működik. Ezen dolgozik közösen Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat képviseletében. A MOBI projekt a határmenti régiók közlekedés fejlesztését célozza meg a személyek és az áruk mobilitása érdekében. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke, a csütörtöki partner találkozón arról beszélt, a legsürgősebb feladat a vasúti infrastruktúra fejlesztése. Évtizedes hátrányaink vannak valamennyi országban, és hát nem is beszélve a határátkelési pontokról, arról, hogy Kárpátalján már széles nyomtávú a vasúti közlekedés, tehát mindez olyan transzcentrális kihívásokat jelent a közlekedési hálózatokban, amelyekre megoldást kell találnunk. Ez a projekt azt célozta meg, hogy modelleket dolgozzon ki, illetve feltárja a fejlesztésben rejlő lehetőségeket, amikre építve mind hazai forrásokból, mind pedig interleges pályázatokból tudunk építkezni a jövőben, hogy mit kell változtatni, mit jelent a határátkelők helyek szerepe, hogy lehet gyorsítani a határátkelést, illetve hogyan lehet ezeket a rendszereket egymáshoz közelebb hozni. Beszélve persze a légiközlekedésről is, ami nem a régión belüli légiközlekedés jelenti, de a régiók összekapcsolását európai hálózatokkal. A MOBI projekt értéke megközelíti az 1 millió eurót, amelyet teljes egészében az Európai Unió finanszíroz. A pályázat a fejlesztések előkészítése és megvalósítása mellett a nemzetközi geopolitikai problémák áthidalását is megcélozza. Tudni kell azt, hogy a 4 érintett országból egy ország nem is tagja az Európai Uniónak, illetve jelen pillanatban 2 ország Schengen ország és 2 ország nem Schengen ország, tehát ezek a problémák napi szinten jelentkeznek a személyek és az áruk mozgásában. Ennek a projektnek az egyik célja tehát az, hogy olyan módszereket, megoldásokat találjon, ami ezt a mobilitást a jövőben elősegíti és fokozza. És a mobilitások keresztül természetesen a személyek, vállalkozások, szervezetek közötti együttműködést is fokozza majd. Természetesen nem csak ilyen típusú tevékenység zajlott a projektben és zajlik a projektben, hanem fizikai beruházások is zajlottak. Például Tiszabökényben épült egy kerékpárút ennek a projektnek a keretében. A 2020 márciusában indított nemzetközi program idén júniusban zárul. Az előrejelzések szerint az árak emelkedése ellenére is telt házzal üzemelnek majd húsvétkor a hazai szállodák. Az első idei hosszú hétvége előtt a wellness-szel rendelkező helyeket keresik a legtöbben. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is népszerű célpontnak számít a hazai és a külföldi turisták körében. Az ágazat szereplői bíznak abban, hogy az ezévi vendégszám, ha el nem is éri, de legalább megközelíti a 2019-es szintet. Átlagosan 15-20%-os árnövekedés tapasztalható a szobafoglalások terén, amelyeket az egyes kedvezmények időnként mérsékelnek, és országos viszonylatban is többnyire ugyanekkora növekedés jellemző. Ezt mondta Cséplő Zoltán turisztikai szakember, aki szerint Nyíregyháza egyik legnagyobb szállodájában a pihenni vágyó kisgyermekes családok mellett a konferencia turizmus is jelentős. A szakember azt mondta, a hazai nagy szállodák a húsvéti szezonra már az év elején igyekeztek a szobák nagy részét kiadni. Hálásnak a húsvéti előfoglalások már lezajlottak, januárban sikerült értékesednünk a házat. Nyilván a kihívások ugye a munkaerő megtartása, valamint az infláció követése. Krivács András szállodatulajdonos úgy látja, a 2023-as év kihívásai között nem csak az infláció okoz problémát az ágazatnak, de az orosz-ukrán háború földrajzi közelsége is,
mivel az gyakran elrettenti azokat a nyugat-európaiakat, akik korábban szívesen választották ezt a régiót turisztikai célpontként. Amelyet lehet érezni Dunán innen, hogy a nyugat-európai vendégek kérdőjeleket tesznek fel a háború miatt, hogy mennyire veszélyes akár ez a zóna. Kelet-Magyarország, meg ezen határa Szabadszatmár-Bereg megye pedig sokkal jobban érzi azt, hogy kevésbé megbízhatónak tartják a nyugat-európából jövő turisták. Egészen addig, ameddig meg nem tapasztalják, hogy itt azért akkora baj nincs, mert hogy a híradások náluk teljesen másról szólnak, hogy közel a háború, közel a határ, és nem biztos, hogy minden esetben az első számú célpontok között vagy desztinációként fogalmaznak, vagy gondolnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Neki picike kis hátrányát érezzük, ez körülbelül egy 3-4-5% visszaesés. Miközben a külföldi turizmus a koronavírus óta nem éri el az azt megelőző kedvező adatokat, addig a belföldi turizmus megélénkülni látszik, fogalmazott Krivács András. Divat lett Magyarországon nyaralni, divat lett Magyarországon élményt szerezni, és divat lett följárni, akár kerékpárosan, akár gyalogosan, akár autóval, akár tömegközlekedéssel Magyarország szép tájait. Rengeteg olyan kultúra, el is értékünk van, épített örökségünk, megörökölt örökségünk, folyóink, tavaink, amely messze menőkig kielégítenek minden igényt. Egyébként is a Kárpát-medence egy akkora gyűjtő mozaik, amely kulturálisan, gasztrokulturálisan, gazdaságilag egy olyan mozaikot képez, amely mindentől megkülönbözteti a Magyarországot, illetve a magyart. A szakember hozzátette, a szállodaipar jelenlegi telítettsége a becslések szerint 40-50% között mozog Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amely a nyári szezonban elérheti akár a 65%-os telítettséget. Március 28-án, 29-én és 30-án reggel 6 órától este 8 óráig Nyíregyháza belvárosában forgalom ellenőrző akciót tartanak. Ennek célja, hogy kiszűrjék a belvárosba jogtalanul behajtókat és szabálytalanul parkolókat. Velük szemben közigazgatási bírságot szabnak ki, melynek összege 30 000 forint. Emellett 4 közlekedési büntetőpontot is kapnak az érintettek. A járművezetők a helyszíni eljárás során személyazonos kötelesek igazolni a közterület felügyelőnek. Ennek megtagadása esetén a felügyelő rendőri segítséget kér, és szabálysértési eljárás kezdeményez személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése miatt. Itt a jó idő, egyre több a motoros, éppen ezért az autósoknak is nagyobb körültekintéssel kell vezetniük az utakon. Ugyanilyen felelőssége van azonban a kétkerekűeket hajtóknak is. Az óvatos és szabályos vezetés mellett az is elsődleges feladatuk, hogy műszakilag átvizsgálják a több hónapja nem használt motorkerékpárt. Már a rutinpályán is megkezdődtek a gyakorlások a motoros vizsgára készülőknél, a rohamosan javuló idő pedig a már motoros jogosítvánnyal rendelkezőket is kicsalogatta az útra. Egyre nagyobb számban jelennek meg a kétkerekűek a forgalomban, amely törvényszerűen növeli a baleset veszélyt a közlekedésben. Hagymási Sándor oktató arra hívta fel a figyelmet, hogy az autósoknak csak nem fél év kihagyás után kell újra nagyobb figyelmet fordítani a motorosokra, de legalább ekkora a felelőssége a motorkerékpárt vezetőnek, hogy óvatosan és a szabályokat betartva vezessen. A közlekedési láncban az egyik gyenge pont, tehát a gyenge láncszem a motorosok, a kerékpárosok, a segédmotorkerékpárosok, hiszen ők sokkal sérülékenyebbek egy kisebb ütközésnél, sőt még ütközés sem kell, az is elég, ha egy érintőleges, vagy az is elég, ha egy egyensúlyvesztés egy kátyúba belemegy. Több olyan epizód, olyan kis mozzanat van, amelyből borulás következik, és ilyenkor ők sajnos annak ellenére, hogy motoros felszerelésben kellene, illik motorozni, sajnos előfordul, hogy kicsit lazára vesszük az öltözködést, ebből adódóan nagyobb a sérülés is. A motorosok számára egyetlen kötelező felszerelés a bukós isak, amelynek megfelelő védelmet kell biztosítania. Fontos, hogy viselete kényelmes legyen, a plexi pedig megfelelő átláthatóságot biztosítson. Erősen javasolt emelé a motoros ruházat, melynek részét képezi a hosszú ujjú, jól látható, betétekkel ellátott dzseki, a kesztyű és a csizma.
A tavaszi motorozás előtt magát a járművet is átfogóan ellenőrizni kell, a gumiabroncs állapotáról, az olajszintről és a lámpák, valamint a fékek működéséről is meg kell győződni. Ha pedig minden adott, akkor is könnyen megtörténhet a baj. A rendőrség is arra figyelmeztet, hogy minden közlekedő nagyobb körültekintéssel vezessen. Nyilvánvalóan a jármű dinamikája magában hordozza azt, hogy baleset veszélyesebb vele közlekedni, hiszen még ha nem is lépi túl a megengedett legnagyobb sebességet, dinamikájából adódóan pillanatok alatt ott van a másik lámpánál, lámpától lámpáig, illetőleg ott már ő elkezd kanyarodni, és egy személygépkocsi vezetője, ha nem elég körültekintő, ezt nagyon nehezen észleli, hiszen a jármű méretéből adódóan is fontos az, hogy figyeljünk rájuk, sokkal kisebb, nehezen észrevehető, nyilván ezért kell a motorosoknak a lámpát használni, illetőleg a gyártók is próbálkoznak már avval, hogy ennek a lámpa elhelyezését úgy valósítsák meg, hogy minél észrevehetőbb legyen a motorkerékpár. Mind az oktató, mind pedig a rendőrség felhívja a motorosok figyelmét a fokozatosság elvére. Azt javasolják, még néhány hétig semmiképpen ne a nyári lendülettel vezessenek. Az aszfalt hőmérséklete ugyanis a kellemes időjárás ellenére sem elég magas a maximális tapadáshoz. Egy nemzetközi forgalomban közlekedő járműszerelvényt ellenőriztek a rendőrök a Csengersimai közúti határátkelő helyen. Az egyenruhások megállapították, hogy a litván honosságú kistehergépjárműből és a hozzá kapcsolt rakománnyal terhet utánfutóból álló járműszerelvény ösztömege 1300 kg-mal meghaladja a forgalmi engedélybe bejegyzett megengedett maximális értéket. A rendőrök a külföldi járművezetőt a túlsúly megszüntetésére és a szabályszegés elkövetése miatt 350 ezer forint pénzbírság megfizetésére kötelezték. 25 éve segíti a Down-szindrómásokat nevelő családokat a Nyíregyházi Rejtett Kincsek Egyesület. Elnökük Kisari Károly 35 perc című műsorunkban arról beszélt, most azon dolgoznak, hogy a Down-szindrómás fiatalok könnyebben tudjanak munkát találni. A Down-szindróma világnapját március 21-én tartják. Aki tudja, meg nem mondja, mere van a Pepe útja. Együtt játszanak egészséges és Down-szindrómás gyerekek a Nyíregyházi Csodavárban. Ez az egyik lényege annak a szemléletnek, amelyet az intézményt fenntartó Rejtett Kincsek Egyesület követ. Minél kevesebb gát alakuljunk ki a társadalomban, és minél többet tudjanak széles körben erről a betegségről, mondta 35 perc című műsorunkban Kisari Károly, az Egyesület elnöke. Ezerből egy Down-szindrómával élő gyerek születik, egynél van az, hogy akkor megszületik, és akkor a család tovább foglalkozik ezzel a dologgal. Társadalmi szinten fontos, hogy az a 999 is, akinek ugye ez a történet nem ment tovább a magzat élveszületése után, hogy tudja segíteni a beilleszkedését a Down-szindrómával élőkkel, hiszen ugye az, hogy, ez, hogy hova születik egy Down-szindrómás gyerek, ezt nem lehet kiszámítani, ez mai napig nem tudják, hogy mi okozza a Down-szindrómát. Az esetek 99,9%-ában spontán alakul ki, és a társadalomnak itt fontos szerepe van, hogy ezt ne úgy vegye, hogy akkor mi 999-en nekünk ezzel már semmi gondunk, hiszen azt gondolom, hogy ez valahol szerencse kérdése, és ezt nem mondanám azt, hogy szerencsétlenség kérdése az, hogy Down-szindrómával élő születik, hiszen rengeteg hozzáadott értéke van egy Down-szindrómával élő embernek is a társadalomhoz. Az Egyesület több szolgáltatást is nyújt a hozzájuk fordulóknak. Már a magzati korban segítik a szűrést, most pedig azon dolgoznak, hogy a Down-szindrómás fiatal felnőttek minél könnyebben jussanak munkához. Egy olyan fejlesztő intézményt alakítunk ki, akik felnőttekkel foglalkoznak, és nem csak Down-szindrómásokkal, hanem fogyatékkal élő fiatalokkal, és fel fogjuk őket készíteni a nyílt munkaerőpiacon való helytállásra. Szeretnénk, hogyha ők bérért, fizetésért dolgoznának, és megközelítenék azt az életminőséget, amit a tipikus fejlődésmenetű populáció magáénak mondhat. A Down-szindróma világnapja március 21-e. Először 2006-ban tartották meg Svájcban, Magyarországon 2009 óta ünneplik. Köszönöm.
Győzelemmel kezdte az Extra Liga negyed döntőjét a Fátum Nyíregyháza. Tomás Varga együttese az egyik fél 3 győzelmiig tartó párharc első mérkőzésén 3-0-ra verte a Kaposvárt a Continental Arénában. A második találkozót vasárnap rendezik Kaposváron. Győzelemmel zárta az alapszakaszt és bejutott a rájátszásba a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese az amatőr NB1 zöld csoport 18. fordulójában 87-47-re verte a Deasz csapatát. A csoport élén az MTK TFS-e végzett, az NKS a második helyet szerezte meg, így a folytatásban a piros és a fehér csoport első két helyezettjével játszik a legmagasabb osztályba jutásért. A mérkőzés előtt egyszerű volt a képlet, hazai győzelem esetén biztos a nyíregyházi csapat második helye. Az NKS nem is bízott semmit a véletlenre, az első negyedet 10, a másodikat 7 ponttal nyerte a házigazda. A harmadik negyedben újabb 16 pontot tett hozzá előnyéhez Farkasinszki Gyuláni együttese. A két csapat gyakran feszültségektől sem mentes párharcában, így ezúttal nem maradt kérdés az utolsó 10 percre, végül 40 pontos győzelemmel zárta az alapszakaszt a nyíregyházi kosársuli. Az első két percben még úgy tűnt valóban, hogy ez szoros mérkőzés lehet, mert nem igazán találtuk a ritmust, de utána felfedeztük azt, hogy ha sok mozgásból megyünk és a palánk alá léptetjük a magas embereinket, azzal is igazából nem fog tudni mit kezdeni a Debrecen. A kinti dobásokat erőltette elsősorban, mert palánk alá nem tudtak betörni, mert jól zártunk össze, jól védtük a kinti embereket. Egy ember volt a Debrecenben, a Vacuk Virág, aki én úgy gondolom, hogy egy jó teljesítmény nyújtott, vele nyúlt meg inkább a gondunk és problémánk. A palánk alatt maximálisan uraltuk ezt a mérkőzést, és az igazság, hogy a játékvezetők is megpróbálták kordában tartani, tehát azokat a hirtelen fellángolásokat, vagy hirtelen agresszivitást, ami történt a pályán, azt az időben elfojtották. Már mondom, mindenkinek felhívtuk a figyelmét, hogy itt semmi olyan keménykedés nem lehet, ami a mérkőzés rovására mehet. Én úgy gondolom, hogy ez egy örömjáték volt, főleg azoknak, akik egyébként kevesebbet töltenek a pályán. A zöld csoport élén az MTK TFS-e végzett 15 győzelemmel és egy vereséggel, a 12-4-es mérleggel záró nyíregyházi kosársuli előtt. Az NKS mögött a DVTK U23 és az Ajka következik egyaránt 11-5-ös mutatóval. Mint a szakmai igazgató elmondta, a bajnokság kezdete előtt 3 A-csoportos klub második csapata társaságában a negyedik hely megszerzését tartották reálisnak. Ez a mostani csapat, ez egy jó csapat, tehát minden szempontból, tehát játék tudásra is, szerkezetre is, vannak húzó embereink, tehát masszívak, végül is azért belegondolunk, a tavalyi évben is így játszottunk együtt, ugye a Kamilla került be a körbe ebben az évben, ő viszont egy 3 hónap után föl tudta venni ennek a csapatnak a ritmusát, és a játékképben maximálisan beilleszkedett, tehát fokozatosan jött meg az étvágyunk, maradjunk inkább ennyiben, hogy a Vasas ellen, amikor rögtön az első mérkőzésen kikaptuk, akkor egy picit azért rezgett a léc, és akkor azért gondolkoztunk, hogy hogyan tovább. Aztán volt egy szerencsés Ajka elleni győzelmünk, ami én úgy gondolom, hogy talán ott jött meg az önbizalmunk ahhoz, hogy itt ebben a bajnokságban lehetnek reális esélyeink. És szerintem a mérföldkő az volt, amikor a Józsőrben is sikerült megnyernünk a mérkőzést. A piros csoportból a MAFSZ és a PINK PVSK U23, a fehér csoportból pedig a csatadélyese és a sportdarás MAFSZ került be a rájátszásba. Mivel A-csoportos klub második csapata nem kerülhet fel az élvonalba, a Nyíregyháza és a MAFSZ között dől majd el a feljutás sorsa. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Több évtizedes lemaradásban van a régió vasúti infrastruktúrája, ezen minél előbb változtatni kell. Erről beszélt Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke a Mobi projekt partner találkozóján. A csaknem 1 millió euró értékű idén záruló pályázat a közlekedési kapcsolatok fejlesztését célozza meg Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország határmenti régióiban. A húsvéti idén az első hosszú hétvége és a drágulás ellenére is sokan töltik szállodában az ünnepnapokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vendégfogadói népszerű célpontoknak számítanak. Ennek ellenére az ágazat valószínűleg idén sem fogja elérni a 2019-es telítettséget, ráadásul a munkaerő hiánya turizmust is elérte.
Érdemes nagyobb körültekintéssel vezetniük az autósoknak, a kellemes időjárás hatására ugyanis egyre többen veszik elő motorkerékpárjukat. Azonban nem csak a gépjárművet vezetőknek kell nagy odafigyeléssel részt venni a közlekedésben, ugyanilyen a felelőssége a motort hajtónak is, hogy óvatosan és a szabályokat betartva vezessen. Emellett pedig a kétkerekű jármű műszaki állapotát is érdemes még most alaposan átvizsgálni. Március 23-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét várjuk majd Önöket a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken fátyol és gomoly felhőkre számíthatunk, majd a nap második felében észak-nyugat felől vastag a frontális felhőzet érkezik, és egyre több felé elered az eső zápor. Néhol zivatar is kialakulhat. Délutánra 18 és 20 fok közé melegszik fel a levegő.